Hát... 4-3-as mondjuk győzelemmel ért véget a sokkali VS1-es RFC-ajka MB2-es labdarúgó mérkőzés. Vendégek szakvezetőjét kérném először, Jelec István, hogy értékelje a válaszokat. Én azt gondolom, hogy az a csapat, amelyik idegenbe 4 gólt lő, és 4-szer szerez vezetés, az nem érdemben adja el győztesen a pályát, és ráadásul egy nagyon szervezetten is jó agonisan futballozó sokon győztünk le. Tehát, és ez nekünk növeli a győzelmünk értékét. Ez az első győzelmünk. Azt hiszem, amit ez a győzelem hoz önbizalomba a csapatnak, az biztos, hogy biztató a jövőre nézve. Attila, futottunk végig az eredmény után. Sajnos a kiállítás sem nekünk kedvezett, és bár nagy erőket mozgósítottunk a második fél idő, a második felével a győzelem érdekében. Sajnos nem tudtunk pontot tartani itthon. Én azt hiszem, hogy sikerült a mai mérkőzésen megtapasztalni a labdarúgás másikével is. Nem csak a fényes oldala van az első, hanem a mérkőzésen is sikerült. Én azt mondom, hogy a mai mérkőzésen is megtett mindent azért, hogy eredményesek legyünk. Én azt mondanám, hogy sikerült egy pár gólt adni az ellenfélnek, mert olyan hibákat követtünk el a védekezésünkben, ami nem volt jellemződik a csapatra. És egy olyan csapatnak, amelyik háromszor vissza tud jönni a mérkőzésbe, 3-3-as állásnál van hátra, 3-4-5 perc. Ott nekünk nem szépen kell futballozni, hanem eredményesen kell futballozni. Ott azokat a szituációkat, amik beévert labdák, felévert labdák, azokat nem kell tapasztani. Ez a mai mérkőzésen nem sikerült. Még ebben a helyzetben is ki akartuk hozni hátulról a labdát, helyett, hogy egyszerűen futballoztunk volna. Én azt mondom, hogy ezzel a vereséggel, hogy mai meccsen kikaptunk, remélem, hogy mindenki elgondolkodik azon, hogy mi az, amit még pontosabban kell csinálni. És hát dolgozni kell tovább, hogy azokat a célokat, amiket a csapat elé kitűztünk, elérjük. Jön a következő mérkőzés, a nagyváros mérkőzés, ezeket a pontokat vissza lehet hozni, és akkor azt hiszem, hogy nem lesz problémák további. Bálint, sokáig meccsben tartottad a csapatot, talán mondhatjuk, hogy Sopronban életed meccsét is játszottad, de ha a száraz tényeket nézzük, akkor a három gólod igazából sajnosan a csapatért. Hát sajnos én is itt jobb maradéktanul ülni, hogy három gólt rúgtam, mert ez a csapat kikapott. Jobban szeretném, hogyha a jövőben úgy alakul, de inkább nem úgy alakult, és mindig nyerjünk a jövőből a meccset, ahogy az előző két mérkőzésünk tettük. De úgy gondolom, hogy több mint fél időn keresztül ember hátrányban játszottunk, sajnos buta hibában gólokat kaptunk, de szerintem megérdemeltünk volna egy pontot. Mert nagyobb küzdöttünk. Köszönjük. Köszönjük akkor a résztvevőket.